csapat lényegében néhány külföldi versenyzőből, egy horvát és egy osztrák versenyzőből jobbára, illetve magyar versenyzőkből. Ugye kor tekintetében vannak a tapasztaltabb versenyzők, és van ez a fiatalabb évjárat, de összességében inkább az idősebb korosztály ez, aki a tapasztalat, ami itt számottevő. 7 évig profi szinten kerékpároztam, egy ideig ez volt a munkám, és most munka mellett tevékenykedek, többszörös országos bajnok vagyok, és jó pár külföldi eredményen is rendelkezem. Tavaly gyakorlatilag minden reggelen is versenytől elindultunk, megnyertünk, és többet is ilyen pályarekorddal, meg valahol volt legjobb időkkel, tehát otthon elég jól kijött a lépés, idén hát volt pechünk is. Vannak prioritás versenyek, de abszolút a Tour de Hongria az egyik első számú mindig ezek közül. A megjelenés miatt, mert ez magyar körverseny, minden nemzetnek a saját körverseny mindig a legkedvesebb, meg a legfontosabb, és ezzel szerintem itthon is mindenki így van. Nagyon szerettem volna már régen elindulni ezen. Amikor mi profi szinten kerékpároztunk, akkor sajnos nem rendezték meg, és most 2015-től rendezik újra, és óriási élmény az országunkban egy ilyen egyhetes körversenyen elindulni. Szóval nagyon örülök, hogy itt lehetek, és szeretnénk valami maradandót alkotni.